Sokis a raktáros elméletet a raktározási menedzsment 13. részével. Ismertesse a munkáltatók kötelezettségeit a raktár munkavédelmi követelményeinek teljesítésében. Mutassa be a munkavédelmi szabályzat tartalmi követelményeit. Beszéljen a munkavédelmi oktatás rendjéről és tartalmi elemeiről. Külszövegek és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Munkavédelmi jogszabályi vonatkozásai. Munkáltatói kötelezettségek a munkavédelem követelményeinek teljesítésében, a munkavédelmi szabályzat, a munkavédelmi oktatás rendje, munkavédelem jogszabályi vonatkozásai. Általános előírások. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltatók kötelezettsége. Ezt a munkavédelmi törvény 1993. évi 93. törvénye írja elő. A megvalósításának módját a munkáltató határozza meg. A szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson, a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatás hatókörében tartózkodóknak és a szolgáltatást igénybevevőknek. A biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítés helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalóknak nem adhat. Ahol a munkavállaló veszélyforrásnak lehet kitéve, a hatásos védelmet zárt technológia alkalmazásával, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések alkalmazásával kell megvalósítani. A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. Különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő túlterhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Ennek dokumentuma a kockázatértékelés. Tehát minden munkahelynek kell készítenie úgynevezett kockázatértékelési dokumentumot kötelezően. Munkáltatói kötelezettségek a munkavédelem követelményeinek teljesítésében. A raktár speciális munkavédelmi követelményei A raktári tárolóeszközök felhasználójának kötelezettsége az eszközök közelében dolgozó személyek biztonságának védelme. Valamint gondoskodnia kell a használatban lévő eszközök biztonságos mi feltételeiről. A targoncák vagy más anyagmozgató berendezések által kiszolgált tárolóeszközök használata közbeni biztonság megkívánja a kockázat értékelési technikák alkalmazását. Ez az esetleges sérülés súlyossága miatt van így. Az anyagmozgató berendezés helytelen használata, az egységrakományok rendszerint jelentős tömege és a sérült állványelemek az egységrakományok lezuhanását eredményezheti. A targonca vezetők képzésével és az olyan körülmények elkerülésével, amely nehéz munkafeltételeket idéznek elő, a biztonság fokozható. A következő jegyzék olyan szempontokat tartalmaz, amelyet a felhasználónak kell figyelembe venni a raktári munkavégzés anyagmozgatás során. Az anyagmozgató berendezések és az álványzat vagy polcok használatában a raktári létesítmény biztonságos működtetésében felkészül személyzetet kell alkalmazni. Az állványzat környékén bármely kiömlött anyagot haladéktalanul fel kell takarítani. A targonca kiszolgáló folyosóját tisztán kell tartani, hogy ezek a kritikus területek nem kívánatos akadályoktól mentesek legyenek. Gondoskodni kell arról, hogy az eszközöket a dolgozók a rájuk vonatkozó műszaki előírás szerint használják. Figyelembe kell venni, hogy a tárolórendszer bármely módosítása biztonsági következményekkel jár. A raktárirányítási rendszernek gondoskodnia kell az eltérő teherbírású helyek egyértelmű jelölésétől jelöléséről, bocsánat. Például teherbíró képesség, nyilvántartásairól és a raktár megfelelő használatáról. Tehát ennek a mondatnak az a lényege, és hát itt az a lényeg, hogy a megfelelő teherbírás polcokat, tehát föl kell tüntetni a polcon, hogy mennyi súlyt szabad rájuk helyezni. Tehát egy polcra, max, rá van írva, hogy a pol, polcra rá van írva, hogy max 500 kg akkor maximum fél tonnát e, tudunk erre a polcra rátenni, többet nem szabad. Tehát jelölni kell a különböző polcok teherbírását. Mondjuk az egyik 500 kiló, 500 kilós egy polc, a másik, mit tudom én, 50 kilót enged csak meg. Tehát ezt fel kell tüntetni, és a munkavállalókat, munkavállalóknak is fel kell hívni a figyelmet, hogy, hogy bizony ezeket a jelöléseket nézze, mert hogyha rosszul csinálja, akkor balesetet okozhat, illetve szenvedhet. Annak érdekében, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sérülést kezeljenek, az álványzott vagy polcok élettartama során el kell végezni a rendszeres ellenőrzést. A tárolási területen megfelelő fűtést és világítást kell biztosítani. Tehát, hogy ne sötétbe járkáljanak a dolgozók, hanem legyen mesterséges, illetve természetes fény is kialakítva. Tehát ilyen tetőablakok, hogy napközben azért a nap is világítson be, meg mellette még nappal is használni a mesterséges fényt, tehát a lámpákat. Tehát ez fontos ezt kialakítani, hogy nagyon jól lássanak az ott dolgozók. A raktár típusú anyagmozgató eszközei a különböző targoncák. Ezek az emelőgépek kategóriájába tartoznak, így érvényesíteni kell az emelőgép biztonsági szabályzatában szereplő előírásokat. Emelőgép vizsgálatok Időszakos biztonsági felülvizsgálat alkalmazásával vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint az emelőgép biztonsági berendezései, megfelelnek-e az üzembe helyezés időpontjában érvényes biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek. A felülvizsgálat során vizsgálni kell az emelőgép korszerűsítésének szükségességét, elsősorban a veszély csökkentése érdekében. Meg kell vizsgálni az emelőgép dokumentációjának megnevezését, valamint azt, hogy a dokumentáció megfelele a tényleges állapotnak. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vizsgálatot végzőknek aláírásával kell hitelesíteni. Tehát kell egy vizsgáló személyt fölkérni, hogy vizsgálja meg a targoncát, aki, aki, direkt erre lett kiképezve, tehát megvizsgálja munkavédelem szempontjából is, illetve mechanikai állapot, állapotát is, hogy megfelele. És erről, ezt, erről jegyzőkönyvet kell készíteni. És ezt aláírása, az ő aláírásával kell igazolnia, hogy ő, minden rendben, ő mindent rendben talált. A vizsgálatok módjára és gyakoriságára az emelőgépekre vonatkozó nemzetközi szabványt vagy a gyártó utasításának rendelkezéseit kell figyelembe venni. A raktározási műveletek biztonsági vizsgálatát igénylő változások. A raktári műveletek biztonsági áttekintő vizsgálatát akkor kell végezni, ha az állványzat, az egységrakomány vagy az anyagmozgató eszköz változik. Bármely változás hatására és külön minden egyes változásra nézve legalább évente kockázatértékelést kell végezni. Változást lista, amelyeket biztonsági vizsgálatnak kell követnie. A targonca típusának vagy gyártmánynak változása. Egységrakományok kezelési módjának vagy a használt rakodólap típusának megváltozása. A mozgatott áru típusának megváltozása. Az egységrakományok méretének vagy tömegének változása. A rakományképző eszközök túlnyomó rakomány bevezetése. Vagyis túlnyúló rakomány bevezetése. Tehát a rakományképző eszközökön túlnyúló rakomány bevezetésé. Bevezetése alkalmával is ugye új biztonsági vizsgálatot kell ö, csinálni. Tehát kockázatértékelést. A raktárban speciális megoldásokat kell alkalmazni, azokon a területeken, ahol egyaránt megjelenhetnek egységrakományok, és a kezelő személyzet is. Ennek tipikus példája a galéria szintek kiszolgálása. Ha ezek a kiszolgálás villás emel emelőtargoncával történik, akkor egyrészt biztosítani kell a szabad felrakási helyet, másrészt meg kell akadályozni, hogy ezen a helyen a személyzet ö, leeséséből baleset következzen be. Munkavédelmi szabályzat A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, amelyek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit hivatottak megteremteni. Tartalma az alkalmazás feltételei, egészségügyi alkalmasság, képzettség és illetve ismeret. A munkavédelmi oktatás rendje, tematikája. Egyéni védőeszközök, védőital, itt a védőital arra utal, hogy mondjuk, hogy az a munkás, aki télen is kint dolgozik, annak esetleg a szünetbe ingyen kell biztosítani meleg teát. Tehát védőitalt. Illetve melegedő helyiséget. Illetve tisztálkodási eszközök és szerek juttatása is. Munkabelestek Foglalkozási megbetegedések, bejelentésének, kivizsgálásának és nyilvántartásának általános szabályai, illetve munkavédelmi érdekképviselet érdekegyeztetés. Munkavédelmi oktatás rendje. A munkavédelmi oktatás célja a munkavállalók egészségének megóvása és munkaképességének megőrzése a munkavégzés közben. Ehhez nyújt segítséget a munkavédelem, munkavédelmi oktatás, ahol a dolgozók megismerik a munkakörükhöz szükséges munkavédelmi ismereteket. Minden munkavállaló számára munkavédelmi oktatást kell tartani, amely elméleti és gyakorlati részből áll. Az oktatás anyagát vissza kell kérdezni. A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába állásakor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembehelyezésekor, helyezésekor, új technológia bevezetésekor, elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartalma alatt rendelkezzen egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel. Megismeri a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatás rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időnként a megváltozott vagy új kockázatokat megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a részlövők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható. Az oktatásokat a munkáltatónak vagy az általa megbízott személynek munkaidőben kell megtartania, és azt munkavédelmi oktató naplóban kell dokumentálnia, amit ugye az oktatott kis emberke aláír, hogy ő részt vett ezen az oktatáson. Az oktatás főbb témái A munkavédelemmel kapcsolatosan a munkavállaló és a munkáltató számára előírt jogok és kötelezettségek. A munkavégzés személyi, tárgyi, szervezési feltételei. A munkahelyi belső előírások, utasítások, munkavállalókra vonatkozó rendelkezései. A munka egészséges és biztonságos végzéséhez szükséges utasítások: technológia, gépkezelési, karbantartási utasítások. A munkavégzéssel járó helyi körülményekből adódó veszélyek, ártalmak, azok elhárításának módja, a rendkívüli helyzetekben tanúsítandó magatartás. Az alkalmazott eszközök, anyagok, továbbá a védőeszközök helyes használata. A munkavállaló munkájával kapcsolatos közlekedés biztonsági, tűzvédelmi, elsősegényújtási ismeretek. A munkabalesetekkel, a foglalkozási megbetegedésekkel, azok jelentésével, illetve a velük kapcsolatos kártérítési szabályok. Tehát minden munkáltatónak, ugye? Elő van írva, hogy biztosítani kell ezeket a védőfelszereléseket. De viszont a, a munkavállalónak viszont kötelessége ezeket a védőfelszereléseket, amit itt a felső sarokban a képen is láthatunk. Tehát kötelező viselnie. Mert ha nem viseli, akkor megszegte a munkavédelmi szabályt. Tehát kötelezettsége, tehát hogyha biztosítja ezt a munkahely, akkor vegye föl. Tehát kötelessége. És nagyjából szerintem ez a 13. részt ezzel a mondattal ö, le is zárnám. Úgyhogy én elköszönnék tőletek, további jó tanulást kívánok!